Marika. Fordítsuk ki a szoknyát. Az alját úgy tűzzük össze, hogy a fodrok megfelelően essenek, tehát ügyeljünk arra, hogy még véletlenül se varjuk össze a nem megfelelő fodrokat. Ellenőrizzük, hogy a tűzés valóban a helyes vonal mentén halad. A tökéletes harmónia érdekében ugyanolyan színű cérnával varjuk a szoknyát, mint amilyen az anyag színe. Utána fordítsuk ki, tegyük bele a megfelelő méretű belső párnát, és a szoknya tetejét ugyanúgy gombos tükkel tűzzük össze. Válasszunk egy olyan belső párnát, ami mosható. Így együtt lehet a húzatot a belső párnával mosni, és nem kell szétbontani, gombról vagy cipzáról gondoskodni. Ez azért jó, mert így elkerülhetjük a cipzárvarrás minden nyűgét. Végezetül varjuk le varrógéppel.